A PVSK a Szekszárd ellen játszik éppen az U13-as csapatok részére kiírt nemzetközi labdarúgó tornán. Ezt a mérkőzést a pécsiek 1-0-ra nyerték. Taks ellen játszottunk, nagyon korán megszereztük a vezetést, végig ki akartuk húzni. Három játékosunk is lesérült a meccsen. Mi is szabálytalankodtuk, ez egy nagyon agresszív meccs volt, de végül be tudtuk zsebelni a győzelmet. A PVSK A csapata az előző szezonban még az U12-es korosztályban háromnegyed pályán játszott. Pintér Tibor labdarúgói most debütáltak az U13-ban egész pályán. Igazából ez volt az első nagypályás meccsünk, most volt az igazi nagypályás megmérettetés. A paksi csapatot ismerjük, mert már játszottunk egymás ellen tavalyi bajnokságban. Én számítottam arra, hogy egy durva meccs lesz, most több játékosom megsérült, de igen, tehát egy parázs meccset játszottunk. Igazából meg vagyok elégedve, mert nyertünk. Kiki meccs volt, gratulálok a paksnak is, mert nagyon jók voltak. Én úgy gondolom, hogy ez akár egy döntetlen, vagy akár az ő győzelmük is lehetett volna. Hát most így alakult, nekünk volt egy kicsit szerencsésebb a helyzetünk. Hát az eredménye nyilván semmiképpen az ellenfél. 1-0-ra megnyert a mérkőzés, de úgy gondolom, hogy a mérkőzés folyamán mi birtokoltuk többet a labdát, több helyzetet dolgoztunk ki, kapufát rúgtunk, volt egy meg nem adott gólunk, amit a játékvezető nem adott meg, úgyhogy mindenféleképpen a maga az elégedett vagyok, hogy több helyzetet tudtunk kidolgozni, a játékban azért voltak hibáink, amin javítanunk kell, de a felkészülés közepén vagyunk, tehát ez még benne van. Igazából az ellenfélnek egy kapura lövése volt, az se volt veszélyes, és igazából ezzel a potyagollal kaptunk ki 1-0-ra, gratulálok a PVSK-nek. Tavaly Bozsik központ státuszt kapott a PVSK, melynek révén a szakemberek szerint szervezettebb és hatékonyabb keretek között tudnak az utánpótlás csapatok dolgozni. Az U12-es és U13-as korosztályú gárdák NB1-es indulási jogosultságot nyertek, és az első szezonjukban jól helytáltak. Ugye a PVSK-nál most két kiemelt van, az U12 és az U13. És úgy gondoltuk, hogy hát akik ugye a kirakatban vannak, hogy elsősorban őnekik adjunk lehetőséget, és ezért történt az, hogy ezt a két korosztályt választottunk, tehát tulajdonképpen 2007-es, 2008-as, ezek a srácok most mentek ugye nagypályára, különösen ugye az U12, azoknak nem egyszerű a dolog, és hát, hogy gyakoroljanak. Tehát, mit tudom én, szeptemberben, augusztus végén kezdődik a bajnokság, tehát ezt a területet, ugye sokkal nagyobb a pálya, szokni kell. Tehát ez volt az egyik oka az, hogy őket választottuk. A másikok, őszintén megmondom, hogy úgy gondolom, hogy ez a korosztályunk, ez egy tehetséges kis társaság, akkor nyilvánvaló, hogy adjunk nekik minél több lehetőséget. A PVSK hagyományteremtő céllal rendezte meg a centenáriumi utánpótlás labdarúgó tornát. Egy hagyományt szeretünk volna teremteni, és erre a centenáriumi év remek alkalmat adott, ugyanis mi tradicionálisan az utánpótlás nevelő egyesületek közé, szakosztályok közé tartozunk, és ez a korosztályunk most a Bozsik program révén nagyon előtérbe került, hiszen NB1-es tagsággal rendelkezünk az U12-U13-as korosztályba, és egy hagyományteremtő jelleggel úgy döntöttünk, hogy egy kupasorozatot fogunk elindítani. A csoportmeccsek eredménye alapján derült ki a délutáni helyosztók párosítása. A döntőt az MTK nyerte, miután egy szoros mérkőzésen legyőzte a PMFC gárdáját. A PVSK A csapata a bronzmeccset elveszítette a Kaposvár ellen, így a negyedik helyen végeztek Pintér Tibor tanítványai. A legjobb kapus Kátai Urbán Marcell a PMFC játékosa lett, a legjobb játékos Ipoly Várkonyi Csanád Kaposvárról, a legtöbb gólt szerző játékos pedig Frey Jér Kristóf az MTK-ból. A PVSK legjobb játékosa Horváth Bendegúz lett.